ugye egy új éra kezdődött az Alfa Romeo életében, amikor kihozta a Giuliát, egy hátsó kerekes vérbeli sportos szedánt, ami gondolom elgondolkodtatta őket, hogy mivel egy elég erős szegmens az SUV, tehát a magas építésű autóknak a világa, ezért ugyanarra az alapra megépítették az állítólag legsportosabb SUV-t, ami létezik ma a Földön. Futómű, a váltó, a motor, az egész autónak az összhangja gyakorlatilag arra termett, hogy kanyargós utakon használjuk. A forma viszont egyértelműen egy remek mű. Tehát, hogy minden részletében kidolgozott, egyedi formákat tartalmaz, tehát ez az új formanyernek megfelelő első fényszórók. Soha nem látott méretű pajzs, ugye az Alfa Romeo jellel, és az oldal nézete olyan, és olyan arányokkal rendelkezik, amit hát, ha nem is teljesen egyedülálló, de nagyon ritkán látunk ezek között a magas építésű autó. Tehát nyúlánk orr, kupés hátsó far, és óriási kerekek. Hogy ez annyira sportos, de annyira, nem csak gyorsulgatni tud, hanem a kanyarokban is nagyon jó. Szereti a kanyarokat. Sőt, ennél van értelme átszakni manuálba. Mert hogy itt ő nem vált el. Akkor vált, amikor akarjuk. Ő nem csinál ilyet, hogy ajánlás a pilótának, hanem amikor átváltasz manuálra, akkor tényleg te kezeled a váltót. Bezony. Oh. De jó, hogy nem reggeliztem. Figyelj, ez ilyen felfújós, figyelj! Mit fúj fel? Nehogy, nehogy szétpukkanjon. Hogy bekeményíti az ülésnek az oldal támaszát. De komoly. Nézd, ha leengedem. Beépített gumimatrac. Megtámaszt. Ugye, hogyha már sportos egy autó, akkor kanyarokban is nyilván dinamikusabb egy kicsit, jó, hogyha megtámaszt. Abszolút, abszolút. Hát ugye futómű is keményebbre hangolt, és még az fokozható a sportálásban. Meg hát ugye ekkora papucsok. Belül még mi utal a sportos jellegre, hogyha nem próbálnád, csak ránéznél, meg belenéznél, akkor ugye egy olyan kormányt tettek bele, nekem ezek az óriási váltófülek egyelőre így... Még nem értem ki. Igen. Hát az elsősorban, aztán van egy start-stop gombunk a kormányon, Forma 1-es stílusban. Ezek a váltófülek ugye nem fordulnak a kormányon, azért ilyen hosszúak, viszont ténylegesen alumíniumból készültek, és eszméletlen jól használható, kattannak, tehát mint egy igazi versenyautóban. Ugye bőrborítású a műszerfal teteje, az ajtók oldala is. Óriási fülnek, és van értelme, a 280 lóerőnek, mert hogy a 2 literes benzines óriási turbóval szerelt motor, az ezt tudja, 400 Nm nyomatékkal, és azzal a 4 hengeres hanggal, amire azt mondom, hogy jó. Mennyire mozog sportosan ez a nem kicsi méretű kaszni? Nagyon meglepő, hogy több autóval mentünk már ilyen 200 lóerő, 250 lóerő fölött.
egyik sem mondható nehézkesnek, de ez az alfa, ez különösen agilis. Például annak ellenére is, hogy ugye az említett kormányzás csak elő van, tehát nincsen benne összkerék kormányzás vagy hasonló, viszont van hátsó kerékhajtás. És néha dobja is amúgy a hátulját, nem tudom, hogy ezt mennyire engedi. Ki kell kapcsolni hozzá valamit, vagy? Gyakorlatilag ebben a dinamik módban egy picit engedékeny, de ugye mivel az összkerékhajtás is ugye azt tudja és arra van kitalálva, hogy a nyomatékot előre adja, hogyha hátul megcsúszik, ezért nagyon nehéz azért úgy vele igazán keresztbe menni, de az elv, az, vagy az lehetőség megvan, és ugye alapesetben egyébként 100%-ot hajt hátra, tehát hátsó kerekes. Aztán maga a váltó gomb, az ugye csak egy ilyen kis kapcsoló, amivel csak annyit tudsz, hogy előre menet, hátra menet, de hogyha oldalra kihúzod, akkor megy a manuális váltás. És ezen kívül van egy forgó kapcsolót középen, amivel meg a teljes infotainment rendszert kezeled, nincsen érintőképernyő, viszont ezzel szinte azt mondom, hogy teljesen intuitívan lehet kezelni. És ami nem a sportos jelleghez tartozik, viszont a stílusban nagyon-nagyon közrejátszik, meg jól mutat, az, hogy egy csomó helyre oda csempészték az Alfa Romeo feliratot. Igen. És ez jó, ezek olyan kis apró dolgok, amik továbbra is azt az érzést adják vissza az embernek, hogy egy Alfa Romeo-nak igenis van. Bizony, hát már a fejtámlákban is benne van, bele van nyomva a jel, aztán a küszöböknél találhatók azok a betétek elől és hátul is, ahol az Alfa Romeo megjelenik. Féknyergeken, pedig ez még ugye nem is a legerősebb változat, de ezen is komoly méretűek a fékek, és a féknyerek sárga a dizájnja azt szerintem nagyon ütős, főleg úgy, hogy ez már 19-es, sőt 20-as kerék, bocsánat, ez már 20-as kerék, ugyanis 17-18-assal szerelik alapból, és rendelhető hozzá 19 és 20-as méretű kerék is. Tök jó játék ez is, hogy keresd az alfa feliratot. Igen, és mennyit találsz alfa meg belőle. Viktor talált egy újat a lámpában, meg akár be is nézhetünk, hogy mit látunk a motorháztető alatt. Nézzük csak, aha, itt így, és igen. És ugye a villanyautót halljuk. Négy henger. Négy henger, de hosszába van beleépítve, hiszen ez egy alapvetően hátsó kerékhajtású autó, és csak egy Haldex rendszer igény esetén akár az 50%-át előre tudja terhelni az első kerékre a nyomatéknak, hogyha arra szükség van. Két literes benzines, most már megszoktuk, hogy ez a menő. Ugye ez az a jó kompromisszum, hogy már azért jó fogyasztás is ki lehet hozni, de eszméletlen erőssé tudják tenni. Ebbe 280 lóerős ez a motor. De van egy ilyen toronybelevítőszerű erősítés is nekünk, és hogyha itt megnézed, még ha nem is láttál olyan sok motort közelről, itt pont annyi lók van, hogy ez a turbófeltöltőnek a csiga mérete, tehát ugye ekkora kb. Ez a menet közben hallatszik is néha, hogy kellemesen fütyül, tehát ezzel tudják elérni, hogy a 2 literből 280 lóerő az simán kijön. És hát ott az Alfa Romeo felirat, de elkezdenénk keresni, biztos még egy-két helyen találnak apróságokat. Úgyhogy ez a szíve lelke, és ez egy nagyon jó fejlesztésű motor egyébként. Itt is találtam egyet. A koncernen belül például a Jeepekbe is szerelik ennek a egyes verzióit, illetve a Fiatokba is. Másodperc? 5,7, ugye? 5,7 pontosan ennek a gyorsulása. Annyi idő alatt kéne 100-on lennie. Nagyságrendileg egyet. Jó. Meg hogy mit érez az ember, tudod? Érzése nem fogjuk mérni pontosan stopperrel, de... Én most lepadloztam. Ez az üveghang, ez nagyon akkor komoly. Akkor vettje szépen. És most vagyunk 100-nál.
szerintem? A hármas végén. Kicsit az elejét eljárt. Ugye, mert hármat, tehát kettőt vált. Úgyhogy emiatt egy kicsit hosszabb az idő. De ugye? Aha, jó vagyunk. Jó. És hát sokkal is csinálunk. Nem is kettőt, hanem hármat váltott. Ilyen far mellett nem mehetünk el szó nélkül. Tehát most nézd meg. Utána nézel, nem? Hogyha elmegy hát mellette, igen. Utána nézel. Utána nézel. Először is a kipufogók, brutálisak, dupla. Igaz, hogy nem az a nagy cső az igazi, hanem benne a kicsik. Meg hát egyébként is a lámpák, meg minden. Szerintem ebben nézzünk bele rendesen. Úgy far végre. Doktor nagy, ideje új barátságokat kötni. Várjál. Egész könnyen ment egyébként. Igen, és én azt mondtam erre a csomagtartóra, hogy ránézésre szemre olyan kicsinek tűnik, de aztán megcáfoltad, mert... Figyelj, 500 liter most sok vagy kicsi, nem tudom, vitatkozzunk. Tök ugye, jó, amiatt figyelj. Tűnik kicsit szűkebbnek, mert ez itt... Magyar Államvasutak támogatja, hiszen van benne sín. Két sín darab is van. És akkor a kesztyűs kézzel megnézzük, hogy mi van itt alatta. És igen, igen, nem bírom kifeszíteni. Itt van egy szükségpótkerék, amit ugye itt kell felfújni. Nézd milyen? Most már levertem a kesztyűt? Leverted a kesztyűt, és akkor így kesztyűs kéz nélkül az árakról beszéljünk egy kicsit. Hát ugye az a helyzet, hogy ez azért az Alfa Romeo-nak egy prémium terméke, sőt az Alfa Romeo-nak már nincs is más, tehát prémium, sportos, kívánnivaló autókat gyárt, Stelvio is ilyen. Ugye van belőle több motor, 2 literes vagy 2.2-es dízel, 2 literes benzines és ugye a 2.9-es csúcs V6-os 510 lóerővel, és az árak azok olyan 10-11 millió körül indulnak. Egy jól felszedelt, szerintem ehhez az autóhoz abszolút illő 280 lóerős benzines, amiben mi is ültünk. Néhány csücsedlivel, 20-as felni, jobb hifi, navigáció, ilyesmi, ez egy olyan 20 millió környéken.